János-hegyen már a délelőtt folyamán regisztrált a meteorológiai szolgálat bizony 127 kilométert meghaladó széllökést, tehát szinte egészen biztosan megdőlt az országos napi szélrekord, és például Siófokon, a Balaton partján a kikötőben is mértek közel 120 kilométeres széllökést. Kedves nézőink! 2022. január 30-án óriási szélvihar tombolt Magyarországon. Volt olyan hely, ahol a szél erőssége elérte a 127 km/h. Itt, Csongrád-Csanád megyében, Szegváron is pusztítást rendezett a fóliás kertészkedők között. Engedjék meg, hogy bemutassam Marsovszky János, szegvári kertészvállalkozót. Marsovszky úr, először is arra kérem, hogy mutassa be gazdaságát, hány hektáron kertészkedik fóliában és szabadföldön, és milyen növényeket termeszt. Körülbelül 3 hektáron gazdálkodunk, ebből másfél hektár fóliás, van 1 hektár szabadföldi, még maga a tanyában ilyen paprika, káposzta, vegyesen, kint is, bent is kertészkedünk, paprika, kínai kell, hát más nem. Az utóbbi időben milyenek a zöldségárak, érdemes-e még kertészkedni? Hát a zöldségárak azok nagyon gyengék, hát nem nagyon érdemes kertészkedni, de még azért úgy okkal móddal el vagyunk vele, hogy nem az, hogy remek árak vannak, de ki lehet belőle még jönni. De egyébként jobb lenne a jobb ár, meg ugye az, hogy nem mindenki vegye le róla hasznot. Ugye nekünk nem sok marad belőle. Bemutatom Marsovszky Jánosnét, és kérdezem, Julika, ön szerint érdemes még kertészkedni? Hát nem igazán. És mi ennek az oka, mit gondol erről? Hát nagyon ki vagyunk téve az időjárási függvénynek, gyengék az árak, kiszámíthatatlan. Úgy hallottam, hogy a kertészek nehezen találnak munkaerőt. Így van ez Szegváron is? Igen, sajnos így van. Nagyon nehéz munkaerőt találni. Ilyen idősebb asszonyok, nagymama, gyerekeim, így szoktuk csinálni. Ön szerint a fiatalok miért nem vállalkoznak ezekre a munkákra? A fiataloknak van munkahelyük, és elég jó. Megfizetik őket. Itt van mellettünk a kertészet, Ternai Kft. Ezek fölveszik az embereket. Elveszik a termelőktől magyarul. Tehát munkahelyük van. Ebben az évben nagyon megugrottak a műtrágyárak és az energiaárak is. Ez önöket hogyan érintette? Hát ez elég, hogy mondjam, szinte megfizethetlenek már az árak bármibe, és nem kapjuk meg azt a fedezetet érte, amit ráköltünk. Ez mindennel így van, a fóliával, a műtrágyával, a gázolaj, szóval mindennel. Mindennek fölment, borzalmasan az árai. Úgyhogy nem, lassan nem éri meg kertészkedni. Termelt zöldségeket hol értékesítik? Itt a szomszédunkban, a Ternai Kft-nél. Miért csak ehhez az egy céghez szállítanak? Azért, mert itt van a szomszédban, nagyon elégedettek vagyunk velük, azonnal kifizetnek. Mi nagyon sok fele szállítgattunk, de még ők voltak mindig a legbecsületesebbek, megbízhatók. Most pedig térjünk át a január 30-i szélviharra. A vihar alatt lehetséges volt-e a szél által megkezdett fóliasátrak újra rögzítése? Ezt a fóliákat, a vihar véget hozzá sem mertünk nyúlni. Nemhogy közelibe menni, mert itt szinte mindent forgatott, mozgatott, hordta a bordát, csapkodta a tárcákat, a szél, a fóliákat szaggatta a szélje, szinte nem mertünk közelibe menni. Majd később, mikor már csendesedett a vihar, akkor mertünk kimenni, a végeit megigazgattuk meg, hát ami olyan még, azt megmentettük. Mert ugye kegyetlen volt ez, ami itten történt. A gajaktól kezdve a mindent hordott. Tehát még a söprűt is vitte. Milyen irányból kapták a fólia sátraik a szelet? Hát ez ilyen délkeleti irányból megindult, de ilyen kavargó, ilyen örvényszerűen
Ugye megkezdte az elejét, amott a Köves út felé, azt ott itt-ott belecsapott, belekapott, aztán megfordult az erdőnél, megcsapódott, és itt végül is itt fejezte be, de ez volt az utolsó, úgyhogy ez olyan, hogy itt mindent vitt már akkor. Szaggatta, tépte, mindent csinált. A fóliás területük hány százalékát érte kár? Hát körülbelül a fóliás területünknek, ami olyan, hogy jelentős kár, az olyan 30% körül. Egyébként olyan 40%, de már vannak helyreállított fóliák, amit már ma is felhúztunk, meg tegnap is, meg állandóan mozgattuk erre arra, hogy na, mi is a teendő még vele. A szerencsétlenségben talán még az volt a szerencse, hogy nem voltak a fóliák beültetve. Mikor következik ez? Hát a fólia ültetés, ez körülbelül 20-a, 22 így kezdjük el, mert úgy van a palánta is kérve. Kezdjük a kínaival, majd a kinti ágyakat. Úgy, ahogy haladunk befele a javításokkal, akkor úgy ültetünk tovább folyamatosan. Mi az oka annak, hogy a kertészek a fóliákra nem kötnek vagyonbiztosítást? Hát az egy kegyetlen ár lenne, sokszor olyan évek alatt, ami egyáltalán nem indokolná azt, hogy mi kössünk rá biztosítást. Ugye az nagyon sokat kérnének a biztosítók azért, hogy mi biztosítsuk ezt a rengeteg fóliát. Maga a biztosítás is rengeteg pénzbe kerülne, de soha nem kapnánk azt vissza. Sikerül az ültetésre rendbe hozni a fóliasátrakat, és lesz-e elegendő munkaerő? Hát munkaerő egy kicsit hiányban vagyunk, de azért megpróbáljuk akkorára helyrehozni, mert az ültetés megkezdődik. Kormányunk nem késlekedett, a vihar után pár nappal keresi a közvetlen támogatás lehetőségeit. A Nemzeti Agrárkamarán keresztül felmérik a károkat. Önök éltek-e ezzel a lehetőséggel, és milyen gesztusnak tartják ezt a kormánytól? Hát ezt a gesztust, ez a kormánytól, ezt nagyon jó gesztusnak. Egy másik kormánytól ezt nem tudnánk megkapni, és az, hogy ez a gesztus, meg ez az intézkedés, ez nagyon jó. Ez valamennyit segít nekünk abba, hogy helyreállítsuk a dolgokat. Nagyon jó gesztusnak tartom, ugyanis ha nem ez a kormány lenne, nekünk nem lenne segítségünk, sajnos. Úgyhogy április 3-án tudjuk, hova rakjuk az X-et. Orbán Viktorra és kormányára. Köszönöm. Köszönjük a beszélgetést.